volt. A Lokomotív is a 3 plusz 1 Kft. Istáló színeit viszi. Tehetséges három évesről beszélünk, második verseny lesz ez csupán. Igen, brilliánsz távol létében abszolút úgy fest a dolog, hogy Liberty Love és Lokomotív csatászat majd a győzelemért. Aztán persze nyilván a másik két lúj is ebbe szeretne beleszólni, például Avantgarde, akinek nem alakult rosszul azért a bemutatkozó versenye idén, de hát jócskán azért a favoritok formája alatt maradt Avantgarde. Bányai Rita, a tréner a Korona Istáló három évese Virág Andrással szerepel ebben a futamban, és Eminens Bubi Potaj Strawberry mögött volt negyedik. Látok, azért Strawberry nem futott rosszul, tehát azért az a forma az abszolút megállhatja a helyét. Kérdés, hogy valójában ez itt mire lesz elég, a pénzes futása az teljesen egyértelmű a kismezőny miatt, de hogy mondjuk a dobogóra, vagy esetleg arra is, hogy küzdjön majd a favoritokkal, az kiderül. Papíron minden esetre talán leggyengébb esélynek tűnik Avantgarde, hát azért a mini mezőny miatt szerintem ezzel óvatosan kell egy kicsit bánni. És akkor jön ötössel Császárné, miközben Nagy Tamás már Lokomotív nyergében. Császárné Milan Konkolyal indul, Maronka Gábor a tréner, a Bubi Istáló lova, telivérfarm tenyésztés, származás alapján bármi lehet, Rendezvous Crimson, hát ez közép és hosszú távon is megállhatja majd a helyét, akár mondjuk a koncadíjban esetlegesen. Láttuk azt a vezős versenyét, ami a nyitó második napon történt vele, ott kis ilyen leesett Ifab Kozma István az ügető átjárónál, úgyhogy azért minden volt, csak nem túlságosan zavartalan az a bizonyos idei első verseny. Mindenféleképpen várjuk tőle azt, hogy azt korrigálja, megfutja mondjuk a tavaly formáját Császárné, és azért az ő esetében ez a jó 55-ös tavalyi forma már közelebb van a favoritok formájához. Úgyhogy mindössze 4-es sajnos a startnál, a papíron egyébként majdnem a legjobb szansz kiesett Brilliance, de ettől függetlenül jó versenyre van kilátás. A lovak most ki a starthoz, 1-3-4 ez az első játék, majd 3-1-4, 1-3-5. Hát azért sok komoly variációról nem beszélhetünk, természetesen a helyjáték esetében csak az elsőre, illetve a másodikra lehet ilyenkor játszani, illetve hát az első, illetve a második fog fizetni, de a kombinációs játékban szerencsére a befutó és hármas befutó játék ugyanúgy játszható. És hogy ne szaladjunk ennyire előre, jövő héten ilyenkor Batthyány Hunyadi díj, 1600 méteres távon elsősorban az idősebb lovak számára egy komoly kihívás. Graf Erdődi Rudolf emlékverseny, a Magyar Lovaregylet utolsó nagy elnöke volt a kvázi a boldog béke időkben, hát róla nevezték el ezt a versenyt, egészen az államosításig vezette őt. A Magyar Lovaregyletet, Liberty Love, Lokomotív, Avantgarde és Császárné, ez a mezőny. Start elindult a Gróf Erdő Rudolf emlékverseny mezőnye, Császárné kezd remekül, az a Császárné, aki nem futott zavartalan versenyt legutóbb, kis ilyen megvált lovasától, mert nagyot botlottak a túlsó oldalon, ő elmegy 3-4 hosszal ebben a futamban, taktikai versenyre van kilátás, ennek megfelelően igencsak lassú volt a verseny eleje, mögötte második pozícióban benne a falon látom Liberty Love-ot, aki megnyerte a Gróf Kári Gyula emlékversenyt, Lokomotív jön föl oda a második, harmadik helyre, a mezőny végén pedig Avantgarde, aki a papíron a negyedik, harmadik, negyedik esélyt képviselte. Jönnek a lovak most már lassacskán a kanyarba, és továbbra is vezet Császárné. Császárné tartja előnyét, Császárné talán még növelni is tudja előnyét, ami most már egy olyan jó 4-5 hosszra tehető, és Liberty Love egy pillanat alatt visszaesett a mezőny végére, ez óriási meglepetés, üres lett a lovasának keze, innen azonban még van visszaút, mert jönnek a lovak a befutóra. Jó 400 méter van még hátra a versenyből, vezet Császárné, Császárné támadja a hókás Lokomotív. Császárné, Lokomotív, és jön Avantgarde. Avantgarde átveszi a vezetést, ez meglepetés. Liberty Love nem tud jönni, ez is meglepetés. A távoztoptál Avantgarde az élen. Avantgarde, Lokomotív, Liberty Love, Császárné. Ez a lovak sorrendje. Liberty Love ismét elindult, ebből maximum most már csak dobogó lesz. Avantgarde fogja nyerni a versenyt. Méghozzá könnyen, méghozzá biztosan. Avantgarde a győztes. Liberty Love megérkezik a második helyre. Lokomotív a harmadik, és Császárné pedig a negyedik. Ez 2017-ben a Gróf Erdődi Rudolf emlékverseny. Hát akkor megnyeri a tisztelet díj után, a Lovas Áruház, meg a Bélis tisztelet díj után a nagy versenyt is Avantgarde, és azért ez meglepetés, hogy mondtuk, hogy óvatosan azért, hogy ki mennyire szélső esélye mini mezőnyben, de hát akárhogy is csűrjük, csavarjuk, a legkevésbé Avantgarde győzelmére tehát beszéltünk. Papíron, itt azért 8-10 kilóval volt ő alacsonyabban, és annyival nem volt jó, hogy van valahogy jobb a beállítása.
forma alatt futott Lokomotív is, meg Liberty Lav is, ez teljesen egyértelmű. Figyelem, és véletlenül egy kicsit javult Avangárd. Nem hivatalos befutási sorrendje. 4-es, 1-es, 3-as. Ismétlem, 4-es, 1-es, 3-as. 4-es, 1-es, 3-as a nem hivatalos befutási sorrend. És ezt nem mondom, hogy csődöt mondtak a nagyistálok, de egy kis istálóra terelődött a figyelem, hiszen sem Maronka Gábor, sem Kovács Sándor, sem Rybárszky Sándor lova nem fut igazán jól, hanem Bányai Rita lottjából kerül ki a 2017-es Gróf Erdődi Rudolf emlékverseny győztese Avangárd, a korona istáló lova, Rédecsi Lajos a tenyésztő, Bányai Rita pedig a tréner, Steady as a Rock, Ave Maria származás, magyar tenyésztésű ló, és egy újabb Steady as a Rock siker. Ő volt tavaly az Apamén champion, és ha hinni lehet a híreknek, akkor Steady as a Rock mindszem pusztán fedez az idén esztendőben elsősorban a telivér farmos kancákat. És hát a végére egy jó két-két és fél rossz legalább az előnye 4-es, 1-es közben 20-szoros pénz majdhogy nem a mini mezőny ellenére ez a kombináció. Az oká szerint, hogy a koronolva koraiak, és hát Bányira te nem túlságosan régóta tréner, tulajdonképpen idén kapott licenszet, már túl volt ugye az első győzelmén, és meglehetősen hamar érkezik már is az újabb siker méghozzá. Tehát nem is kiemelt verseny, de egy komoly verseny. La Primérával győztek múlt héten az utolsó futamban, most pedig Virág András pályafutás egyik legszebb győzelmét aratja. Avangárd a nyerő, egy kis istáló nagy sikere. Szép. És abszolút megérdemelt siker. Az eleje volt lassú, de hát ez négy lónál, ez bőven-bőven benne van. És akkor a főszereplők ismét itt a győztesek körében. Akkor nagy lovasáruház vásárlás jutalvány, megvan a Bélisztakarmány, és akkor még van 600 ezer forint is, hogyha a versenyintézésig is rábólint a versenypályán elért eredményre. Ez nagyon-nagyon szép siker, és hát amit fogadási szempontból ki lehetett hozni ebből a futamból, hát a legjobb kvótákról beszélhetünk. Igen, csak akart volna jobb, hogyha még császár is esetleg ott marad az első háromban. Hát érdekes kis verseny. Georgievnek ma nem megy, sok ilyen nagyon hátulról jövő hajrája van, második, harmadik helyek, győzelem nem jött össze. Liberty Love-nak volt egy óriási holdpontja, majd meg kell nézni, és hát nem amiatt, hogy valaki elé ment, hogy bele kellett fognia, hiszen alig voltak a pályán. Korona Károly, akinek azért sokat köszönhet az istáló, természetesen nem véletlenül azért az ő neve alatt megy az istáló neve, a korona név alatt vezeték nevét, és hát Virág András, egykori amatőr lovasunk, nagyon-nagyon szép verseny nyer. Na nézzük akkor a versenyt még egyszer, innen ebből a... Hát lehet mondani, hogy Avangárdnál csak a start volt gyorsabb, végig se tudtuk mondani azt a fél gondolatot, és már benn volt minden idő. Nem volt gond a beállással. És 100 métert már megtett a mezőny. Hát ez szerint abszolút rekord. Nem kezdne vele gyorsan lovasa, Virág András, hát itt jó negyedik helyen van. Elmegy vezetni Császárné, Liberty Lavit gond nélkül a második pozícióban. Hát itt még ne is legyen gond ezen a szinten. Lokomotív és a mezőny végén Avangárd. Mondjuk fönn van azért Liberty Lav feje rendesen. És itt elmennek mellette a többiek. Úgy tűnik, hogy Császárné meg tud lógni, és talán el tudja lopni a versenyt. Itt teljesen holdpont Liberty Love-nál. Hát ehhez képest még a második hely hízelgő ebből a szituációból, még akkor is, hogyha nem voltak tőle messze. És akkor a piros dresszes Avangárd Virág Andrással érkezik, és megnyeri a versenyt. Itt Lokomotív átveszi a vezetést, Lokomotívtól pedig Avangárd esik vissza a falon Császárné, nagyon hátulról pedig Liberty Love indul meg. Úgy fest, hogy azért sem Lokomotív, sem pedig Liberty Love a tavalyi formájára egy centit nem tudott rátenni, és akkor még lehet, hogy egészen magasan fogjuk elbírálni ezt a futamot, vagy kezdek el gondolkodni rajta. Avangárd viszont egészen biztosan jön előre, 8-10 kilót biztosan. Hát igen, Avangárdnál innentől kezdve azért a handicapek nem nagyon jöhetnek szóba, hát illetve a magas handicapek. Igen, hát a negyedosztály. Teljesen más menedzser is innentől kezdve, hogy ezt a versenyt megnyerte. Na de hát aki Erdődit nyer, azért az... Just having a look at the runners in the parade and then head of the big race of the day here at Navan. It is, of course, the Kilmore Vintage Crop Stakes, the Group 3. And here is the Ascot Gold Cup winner, Order of St. George, who's likely to be a short prize favourite here. Horse who, of course, went on to finish third in the Prix de l'Arc de Triomphe behind
stablemates Found and Highland Reel. But either side of that, a little bit disappointing, was beaten obviously at a very short price in the Irish St. Ledger by Wicklow Brave, and it was a tactical affair. And then fourth on his 2016 Swan Song behind Sheikh Zayed Road at Ascot in October. And no doubt all roads leading back to Royal Ascot with him in the first part of the current season. Here's his main rival just on a right, about to head out of the parade ring, and fine looking horse in his own right, Torcedor, number three, who was so impressive when winning at Leopardstown in a conditions race, a well contested conditions race on his seasonal bout. Got the better of Twilight Payment that day, with Forgotten Rules back in third spot. Of course, Forgotten Rules an absentee today. Cheek pieces replaced the blinkers he had been wearing previously for David Watchman on that occasion. But of course, the stable's in absolutely scintillating form, that of Jessica Harrington, already amongst the winners at listed level today. And a fascinating contender here. And just in front of him is Lustrous Light, Ger Lyons' runner. Lustrous Light, who, fair enough, finished last on his return to the fray at Naggs, but quite a few of his stablemates have been improving for their first run of the campaign. And Lustrous Light might be no exception. Obviously, the yard had a setback with Psychedelic Funk blowing the start and never getting competitive earlier on, but this fella should give a good account of himself, I think. And just coming by us now is Twilight Payment, number five here. He looks really well on his return to the fray. Kevin Manning in the blue of Godolphin. Twilight Payment, who has a bit of work to do, in fairness, to reverse that Leopardstown form with Torcedor. I'm not sure whether he'll manage it myself, but his stable, having just landed the Salsabil Stakes, is rolling. And just following him down to the start is Red Stars for John Oxen, Declan McDonough. Red Stars, who finished fourth to Zakova in a listed contest to give thanks stakes on her reappearance at Cork just over a week ago. So runners making their way to post for our big race. And they're now arriving down at the post, Order of St. George. The odds on favourite 4-5. Torcedor fours alongside Twilight Payment, 12-1 bar those. Now he's odds on today, Order of St. George, but he has been turned over at short prices in the past. In the Ascot Gold, in the Ascot Stayers race on Champions Day last year, he was turned over at 4-6, having been third before that to Found in the Ark, and he was turned over this day at sevens on. This was the Irish St. Ledger last year. Wicklow Brave given a canny front-running ride by Frankie, but even so, the Order of St. George had the chance just here to go past, but just couldn't reel him in. So there's been a couple of disappointing runs with this fella. He was really impressive at Royal Ascot last year, a mile six again today. And Forgotten Rules not in the race now. He's been taken out, but Twilight Payment and Torcedor, second and third favourites, both at 4-1. I can't see any reason at all why Twilight Payment can turn this form around. Tongue Tie goes on for the first time today. Jim Bulger and Jesse both had a winner so far this afternoon, but I thought Torcedor was really impressive on this occasion. Wins by a handsome margin, 5.5 lengths in the end. And he's very much unexposed over these sort of distances. Who are you with here, Gary? Are you Order of St. George 8-11 or Torcedor 4-1? I think in my heart of hearts, Martin, if Order of St. George runs to what he's capable of, or even 90%, that will probably be good enough here. But I think Torcedor can at least put it up to him. Like you, I'd expect him to confirm the Leopardstown form at Twilight Payment, assuming he's effective on the ground today as he was then. Looks like a horse could be set for a good season. Should be interesting. Here we go. Seven runners looked away. They're off. As they race up towards the stands first time in the Group 3 Coolmore Vintage Crop Stakes over a mile and six, and it's Red Stars who disputes the early running with alongside Torcedor a couple of lengths back to Twilight Payment, with in fourth place Order of St. George, Lustrous Light, Dewline, and bringing up the rear, Morga.
As the seven runners come up now to pass the winning post, a circuit in front of them, and striding on by under two lengths is Torcador and Cullum O'Donoghue to lead. Red Stars, Declan McDonough second, Twilight Payment, Kevin Manning in third with Order of St. George, and Shamie Heffernan just fourth on the inside of Lustrous Light, Colin Keane. Two lengths to Dewline, ridden by Gary Carroll, and the back marker, Morga and Ronan Whelan. Racing along the side of the course and turning now at the 10 furlong point to make their way into the back straight. In the lead is Torcador, followed in second place by Red Stars. Third is Twilight Payment with Order of St. George in fourth. Lustrous Light is then being followed by Dewline and Morga as they race across from the stands towards the final 9 furlongs. Little change from first to last. Torcador makes it. Twilight Payment has just moved second on the outside of Red Stars with Order of St. George a clear fourth. Lustrous Light, Dewline and Morga as they continue on now to reach the final mile with Torcador the leader by a little over a length to Twilight Payment. In third place is Red Stars, who's tracked by Order of St. George, last season's Ascot Gold Cup winner, has three behind Lustrous Light, Dewline and finally Morga. They're racing inside the seven and continuing towards the end of the back straight with Torcador continuing to lead. Twilight Payment on the outside of Red Stars with Order of St. George in fourth. Lustrous Light, Dewline and Morga. They're coming across now towards the final 5 furlongs. And they're well past the halfway stage in the Coolmore Vintage Crop Stakes. In the lead is Torcador, Twilight Payment on the outside of Red Stars, being followed by Order of St. George, who continues in that fourth spot. Lustrous Light, a length and a half behind him, and then Dewline and Morga, they're homeward bound with 4 furlongs to race. Torcador and Cullum O'Donoghue in front of Twilight Payment, pushed along by Kevin Manning on the outside. Order of St. George and Red Stars come next with Lustrous Light, Dewline and Morga as they come down from the top of the hill, and Torcador is trying to stretch them out here. Twilight Payment being followed by Order of St. George in the middle of the track. Wider still is Lustrous Light and then Red Stars and Morga. Dewline is out of it. Racing inside the two, Torcador with Twilight Payment in the centre. Order of St. George is running on in the middle of the track, and then Lustrous Light with Red Stars. They're spread across the track now as they race to the final 200 yards. Torcador is still in front. Order of St. George is trying to quicken up on the near side of Twilight Payment, but it's Torcador all the way in the Coolmore Vintage Crop Stakes. A fine double for Cullum O'Donoghue and Jessica Hannington. Order of St. George, then came Twilight Payment, Morgan Lustrous Light, Red Stars, and a long way behind Dewline. There is just no stopping Jessica Hannington at the moment. What a day for her, what a week. Our Duke, brilliant in the Irish National, and now Torcador brings off a famous double here at Navan, listed winner with Kukri early on. And this horse, who has come back after his winter break, obviously rejuvenated, has run out a really authoritative winner here under a canny ride from Cullum O'Donoghue. Order of St. George eventually has run on into second, but it was all very laboured from early in the straight. He came off the bridle a long, long way from home. Looked a little bit awkward as well, albeit he did stay on, as I say, in the closing stages, but never really threatened to get to grips with the winner. He does look like he needs, if anything, even a bit further these days, Order of St. George, based on that evidence. But when you go back to last October and he's finishing third in a Prix de l'Arc de Triomphe, just gave the impression there that it was a bit awkward for Shamie Heffernan. But it was his first run of the season. He was conceding weight as well to a winner who's clearly very progressive indeed. Twilight Payment has run well, and he has got a bit closer this time to Torcador, but the winner too strong. And we spoke to Jessie a little bit earlier on after her win with Kukri, and she was just saying she can't quite believe the way things have been going of late, and she's watched the Irish National back a couple of times already, and she's almost inclined to watch it back again. So impressed was she by the manner of our Duke's win. And this role is continuing as we head into Punchestown, her local track. She could be set for another big week there, obviously with Sizing John in particular. But Torcador is a stayer on a serious upward curve, Martin. He's won our feature event of the day. That's indeed 4-1 joint second favourite. Order of St. George second, the 4-5 market leader. And I'm with Gary. You kind of watch that thinking Order of St. George wants further and wants an extreme trip. But then you think back, as Gary said, to the Arc when he was third. He just
He just is one, I think, to just there as well. Just doesn't look straightforward. And if you look at his results, beaten at odds on at Ascot, beaten at odds on the RSS Ledger, beaten at odds on today. Just one to tread carefully with, I think, Order of St. George. But then again, Aidan O'Brien, no better man to have the right on the big days. But Jesse Harrington in flying form and wins the feature. Torcedor takes out the vintage crop.